A Szolnok elleni 3-1-es kupa sikerrel zárta az évet pénteken a HÉP KRC, mely a 4 közéjutást jelentette a férfi röplabdázók számára. A Kaposvár elleni idegenbeli bravúr után kicsit nehezen jött a kötelező siker, de Krupánszky Oliver szerint így is elégedettek lehetnek összességében a szezonjukkal. Igen, benne volt ez a kevés szünet ugyebár, ugye a Vártnál nehezebben nyertünk, de szerintem hozzájárul az is, hogy kezdőből ugyebár az első szedbe hiányzott a liberónk, de már Pesti Marci, illetve Iza másik négyesünk. És bár ugye az első szedben nyertünk, de ez meglátszott a másodiknál, és ezért Marcit be kellett hozni. Igen, én úgy érzem, hogy az elvártat teljesítettük, talán még annyi lett volna a korona tetején, hogyha első helyen zárunk ugye a csoportba, viszont szerintem teljesen jó az is. A bajnokság őszi szezonjában az alapszakasz második helyen végzett csoportjában a Kaposvár mögött a KRC, így készülhetnek a 6 csapatos extraligára. Dávid Zoltán nagyon elégedett a csapat augusztus óta végzett munkájával, még akkor is, ha a Szolnok elleni produkció nem tetszett neki. Tulajdonképpen augusztus óta a srácok meg vagyok elégedve, meg ahogy dolgoztunk eddig, maximálisan. Természetesen ezt a mostani meccset, ezt felejtsük el, mert a hozzáállásukhoz, meg az egész mentalitásukhoz, hogy lenézzük az ellenfelet, meg nagyképűek vagyunk egy kaposvári győzelem után, ezt nem tudom tolerálni. Viszont az biztos, hogy nehéz fél éven keresztül úgy edzeni, meg játszani, hogy összesen van 2 fontos meccset. Tehát ez nem egyszerű egy ilyen bajnokságban. Én nagyon örülök, hogy ezzel a kaposvári meccsel viszont megajándékoztak engem, és a klubot is, hogy sikerült megnyernünk. Csak pozitívan tudok beszélni az augusztustól idáig eltelt időszakról, mert tulajdonképpen azt elértük, amit szerettünk volna, ott vagyunk, ahol szeretnénk, de még egyszer mondom, az ilyen mentalitást, amit a mai nap folyamán mutattak a pályán, ez nem fog beleférni a későbbiekbe, és én ezt nagyon-nagyon nem szeretem. De mondom, ennek ellenére, amit augusztus óta csinálunk, az csak pozitív. A HÉP KRC-nek nem lesz sok pihenője, a játékosok csak az ünnepek alatt kapnak néhány nap szabadságot, utána gőzerővel készülnek a január 17-én esedékes folytatásra. Hát most kapnak a srácok egy 2 napos szünetet, utána hétfőn nekiállunk, újra a munkába állunk, de csak csütörtökig tudunk edzeni, mert onnantól nincs terem lehetőség, és akkor elmegy mindenki karácsonyozni, kapnak egy 6 napot, és 27-én pedig jövünk vissza is teljes gőzzel ott egészen az első bajnoki meccsünkig, január 17-ig kőkemény a munkába állunk, mert ez a második forduló, ott nem fog beleférni ez, amit itt műveltünk a mai nap folyamán. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!